Sziasztok lányok! A mai egy Mi van a táskámban videó lesz, mégpedig ezt az óriást fogjuk kipakolni, vagyis én fogom kipakolni, ti meg remélem megnézitek a videót. Ez egy parfás táska, egyébként nem mai szerzemény, de érdemes benézni a parfában, minden szezonban van leértékelés. Azt hiszem, hogy a glamour napokon is szokott lenni 20% áregedmény. Nagyon jók a fazonok, nagyon jók a színek, nagyon divatos, nagyon jó a minőség, úgyhogy ajánlom mindenkinek. Én majdnem minden glamour napon veszek egy táskát, mert nem annyira vészes, még teljes áron sem az áruk. És tényleg lehet őket nyúzni, úgyhogy megéri. Ez egy elég nyárias darab, hiszen jó élénk narancsárga színe van, egy kis szövetbetéttel látjátok meg, átlátszó megoldással. Van benne egy ilyen nagyobb méretű neszeszer jellegű dolog, de a felsője is cipzáros, úgyhogy biztonságos, nem tudnak csak úgy benyúlni az illetéktelen kezek, és azért lehet belepakolni rendesen, de erre vigyázzatok ti is, lányok, mert én régebben annyira megpakoltam a dolgaimat, vagyis hát ugye a táskáimat, hogy borzasztó hátfájásom volt tőle, úgyhogy most már lehetőleg kevesebb holmira próbálom redukálni azokat a dolgokat, amik benne vannak és utaznak velem. Régen például mindig volt nálam esernyő. Ha esett, ha fújt, ha 100 ágra sütött a nap, akkor is. Most már erről leszoktam, meg mindig volt, hogy 1 literes palackokat cipeltem magammal, majd mindjárt meglátjátok, hogy most mekkora van nálam, úgyhogy vigyázzatok erre, mert komoly egészségügyi problémát okozhat, hogyha 5 kilós táskákkal rohangáltok, szegény gyerekek az iskolatáskával, mi? Na, jó, vágjunk bele szerintem, és nézzük meg, hogy mi van benne, remélem izgalmas lesz, és érdekelni fog benneteket. Az első, az egy csomag papírzsebkendő. Én a Cevát szoktam venni, mert olyan sok papírzsebkendőt elhasználok, főleg most, mert sajnos allergiás vagyok, hogy a legjobb minőséget választom, mert véres lenne az orrom, úgy ki lenne dörzsölve, hogyha nem ezt választanám. És szeretem egyébként, meg elvégzi a dolgát, meg tök jó. De bárcsak ne kéne ezt választanom, bárcsak, tudjátok, azt a jó, ronda zsepit kéne választanom, mert az azt jelenteni, hogy nem kéne elhasználnom napi 2 csomagot ebből, csak délelőtt, vagy csak a munkába érés alatt, ami fél óra. Tehát attól függ, hogy milyen napom van, de rettenetes ez az allergia, senkinek nem kívánom. Akkor következő az a dezodorom. Ez egy Garnier Mineral Action Control dezodor, fújós, én ezeket preferálom inkább, és nagyon szeretem, mindig ehhez visszatérek, most is kipróbáltam a Devot, és nagyon szerettem ezt a körtés új illatot, de az állaga egy kicsit ragadós volt nekem, úgyhogy ez visszatért az életembe. Következő az egy kanál, ezt a Müllerben vettem, nagyon szeretem, és hát néha jól jön, hogyha az embernél van egy kanál, mert szeretne joghurtot enni, vagy bármi ilyesmi. Akkor van még itt egy kézkrém a Body Shop-tól, ez egy szacumás kézkrém, nagyon szeretem az illatát is, meg jól elvégzi a dolgát, nem ragad, könnyű, hamar beszívódik, úgyhogy nekem ez bevált. Akkor van itt egy Elf kontúr paletta. Ez azért van nálam, mert ha föl kell frissíteni a sminket, akkor ez jól jön. Nem tudom, volt egy ecset is egyébként a táskámban, egy ilyen pici púderecset-szerű, azzal szoktam az ilyeneket csinálni, de az lehet, hogy valamelyik másik kisebb táskámban maradt, aztán most nincs itt. Kit érdekel? Pendrive. Most ez kellett a munkámhoz, de ez nem szokott nálam lenni egyébként. Kézfertőtlenítő, ebből is ezt a Hygiene-t szoktam venni, mégpedig azért, mert ennek szeretem az illatát csak és kizárólag, mert ennek ilyen banános jellegű illata van, és ez nagyon kellemes, a többit nem bírom elviselni. Imádom a banános dolgokat egyébként,
ízre is, meg illatra is annyira, annyira jó. Akkor szemcse, mert ugye allergia, ezt már kifejtettem, nem is bontogatnám tovább. Egy, tudjátok, ez a malacfarkas hajgumi. Szeretem, mert nem töri meg annyira a hajat, viszont annyira jó tartása sincs. Úgyhogy így a kettő között van, de hogyha kibontva megyek, kibontott hajjal megyek el itthonról, akkor általában nem kell hosszú ideig összefognom a hajamat, tehát azért van ez nálam, hogy ne is törje meg, mert utána úgyis újra kibontom, és akkor ronda, hogyha tudjátok, van az a, az a hullám benne, ami, ami kicsit így elcsúfítja. Van itt kettő gyógyszer, egy fejfájás csillapító, meg egy torokfertőtlenítő szopogató tabletta, akkor tampontartó, ez ilyen lányos dolog. Még egy smink termék, ez a Bourjois Radiance Reveal korrektor, 02-es bézsárnyalat. Ezzel szoktam javítgatni az orrom körül a sminket, bár nem sok értelme van, mert 5 percenként orrfújás mellett úgyis lejön, úgyhogy ilyenkor nem nagyon nyúlok hozzá, mert tényleg hülyeség lenne 3 percenként megcsinálni, nincs idő erre. Akkor van itt egy nagyon cuki kis neszeszer, amit én kábeltartónak használok, mert így nem gubancolódnak és nem törnek meg a kábelek, meg ugye nem is mennek olyan hamar tönkre, úgyhogy ezt nektek is ajánlom, hogy szerezzetek be valamilyen kisebb vagy középméretű kis neszeszert, mert praktikus. Ezt egyébként Londonban vettem a Wilkóba, és annyira imádom, olyan cuki, meg ugye ilyen műanyag anyaga van, és viszonylag tartósnak mutatkozik, mert én már 2 éve nyúzom, és mindig a táskámban van, és hál' Istennek semmi baja. És nagyon jó emlékeket idéz fel bennem, mert Londonból van, és ez tök jó. És akkor már csak egy dolog van itt a nagy részben, ez a tárcám, ami vicces sztori, mert egy ugyanilyen tárcám volt ezelőtt, csak sötétkék volt kívül, ugyanezzel a rózsaszínnel belül. És tönkre ment, leszakadtak ezek a patent részek. Hát 2,5 év használat után ezt nem is kell csodálkozni, pláne nem Kínából rendelt termékek esetén. Viszont nagyon szerettem, mert rengeteg hely van a kártyáknak benne, és ugye manapság már mindenhol utána dobják a kártyát, vagy megveszed, vagy kapsz, és akkor gyűjtöd a pontokat, és ez nagyon praktikus volt erre, és én nem nagyon vagyok az a készpénzezős fajta, de azért annak is van hely természetesen. És gondoltam, hogy veszek egy újat, hát nem ilyen sárga volt a képen. Ugye ezzel már páran befüröttek a világban, hogy nem azt kapták, amire számítottak. De hát ez legyen a legnagyobb bajom, hogy világosabb sárgára számítottam, most kivírom ronda, de ez van. Legalábbis nekem nem tetszik. Akkor a kicsi rész az ki is fogyott. Kifogyott, haha. És kívül is tartok még egy pár dolgot. Ez egy naptár, ami fontos, mert az az agyam gyakorlatilag, ott tudom fejben tartani a dolgokat. Egy palack, ez már nem egy literes, ez az a 3 decis kis pici kis cuki palack, hogyha útközben megszomjazom, vagy kaparja valami a torkomat, vagy éppenséggel meg akarok fulladni, akkor ez életmentő lehet, de nem akarok most már kilókat cipelni, csak azért, mert nem. Akkor a kulcscsomó, nagyon cuki kis egeres, pixeles kulcstartóval, ezt ajándékba kaptam. Ez a munkahelyi kulcscsomóm egyébként. Vissza is dobom, mert itt marad és végem. És akkor itt elől még a kis neszeszernek van 2 kisebb zsebe. Ebbe rágó van. Rágó van. És toll van. 2. És iratok vannak, meg bérlet, meg ilyenek. És még van egy toll. Ez ilyen cuki, tulipános. És ki is ürült az egész táska úgy, ahogy van, úgyhogy a videó végéhez értünk.
Remélem, hogy tetszett. Írjátok meg kommentben, hogy ti mennyi mindent cipeltek magatokkal, és hogy mi az, amit ki tudnátok hagyni. Ezek közül biztos még én is ki tudnék egy-két dolgot hagyni, de most már ez így jó, meg ehhez most már így szoktam hozzá, így marad. Meg azt is mondjátok meg nekem, hogy hol vásároltok táskát, és hogy ismeritek-e ezt a párfát, és ha nem, akkor mindenképpen ugorjatok be. És ha tetszett, akkor iratkozzatok fel, nyomjatok lájkot, és legközelebb találkozunk. Köszönöm, hogy megnéztetek, sziasztok!